Maite Peróni, Molnár Ilona. William Lévi, Posta Viktor. További magyar hangok. Szórádi Erika, Andrész Kati, Kisfalvi Krisztina, Orosz István, Círják Csilla, Bókai Mária, Kajtár Róbert, Makranci Zalán, Rancsó Dezső, Rátonyi Hajni, Zöld Csaba, Madarász Éva, Herman Lilla, Halász Aranka, Seres Dániel, Talmács Márta, Kerekes Andrea, Renát Zoltán, Kelemen Kata. Árva angyal. Váltságdíjat kérnek tőlem is. Ez rengeteg pénz. Nincs ennyi pénzem. De ha nem adom oda, azt mondják, hogy megölik a fiamat. Anya, apa, kérlek, adjátok oda a pénzt, amit Szimáró felügyelő kér, jó? Rafael élete veszélyben forog, kérlek. Természetesen, lányom. Persze, hogy számíthat ránk. Tegyétek meg, és most rögtön leveszem a kötést. Apa, mondok valamit. Én leveszem a kötést, és amint túl vagyunk ezen, akkor Pablo azonnal elrohan az emberrablókhoz, hogy engedjék szabadon Rafaelt. Ugye jó lesz így? Persze, igen. Ahogy akarod, édesem. Teljesen megbízom benne, Pablo. Ahogy rád bíztam a saját életemet, ugyanúgy rád bízom a barátom Rafael életét is. Köszönöm, Maricsú. El sem hiszi, mennyire hálás vagyok mindazért, amit a fiam értett. Örökké hálás leszek önnek, és persze a szüleinek is. Higgyék el nekem, lehet, hogy csak szép apránként, de visszafizetem azt a pénzt, amit most adnak, csak mentsék meg a fiamat! Kérem! Ne nyugtalankodjék emiatt. Rafael a legjobb barátom. Több a barátnál. Rafael, mintha a testvérem lenne. És most, ha megbocsátanak, el is mennék. Csak tessék. Parancsoljon. Ja, Istenem. Na jó, akkor most... Menjünk be az irodába, hogy folytassuk a kezelést. Levesszük végre ezt a kötést. Viszont egy gyáva alak. Nem kellett volna elengedni. És most itt vagyok kettesben a kis vakkal. Most már csak mi ketten maradtunk, ugye? Fogd be a szád, te kis vaksi! Vagy azt hiszed, hogy én nem tudom? Itt csak egyetlen vak van, és az te vagy, fiacskám, és ha nem fizetik ki a váltságdíjat, egyszerre újra látni fogsz. Csak éppen valahol a pokolban, mert oda foglak küldeni. Maga most nagyon ideges. Én azt... Elhallgass! Tudom, hogy az vagyok. Megkérnélek, hogy fogd be a szádat. Nézd, a legjobban akkor járna, ha most rögtön elengedne. Úgy sem tudnám bevádolni, fogalmam sincs, hogy kicsoda. Nem ismerem magát. Elhallgass, ha mondom, megértetted? Nem elég, hogy nem látsz még, süket is vagy! Süket vagy! A félelem rossz tanácsadó, uram! És maga retteg, ne is tagadja! A félelem magával fogja kísérni a halál a napjáig! Kérem, engedjen inkább bel! Nézze, tegyük fel, hogy az apám kinyomozza, hogy ki maga! Én megkérném rá, hogy ne csináljon semmit, talán maga nem is olyan rossz, mint hiszi. Komolyan mondom, szerintem... Hallgass már el, te sátánfajzat! Hallgass már el végre, vagy itt és most megöllek! Ja, Istenkém, most aztán ütött az igazság órája. Anyuci, anya, gyere, fogd meg a kezemet, jó? Jó, persze, itt vagyok, édesem. És itt van velünk Juanito is, hogy jól megnézhesd, ha leveszik rólad a kötést, édesem. Jaj, de jó, Kande, mert először őt akarom látni. Ó, hát akkor itt tartom a közelben, nehogy lemaradj róla. Elkezdheted levenni a kötést. Készen állok, hogy levedd végre. Be kell jutnom! Sok sikert, édesem. Látod, minden úgy sikerült, ahogy reméltük. Nem sokára láthatsz. Végre engem is láthatsz, és rá fogsz döbbenni, milyen rútrokont nyertél velem. Jaj, hagyd abba, kis nyavajás. Jaj, újra láthatom a kisfiamat. És téged is meg foglak ismerni. Mármint mindenkit.
Mindenkit látni akarok. Hamarosan látni foglak téged, anya, életem, apád, Kandit, és még téged is, te kis csúfság, és persze Onília asszonyt. És aztán szeretnék elrohanni Rafael után. Szeretnénk kiszabadítani. Ha még egyszer kinyitod a szádat, akkor betapasztom egy golyóval. Hallott, te nyomorult? És ha megöl, nem teheti el a váltságdíjat, hiszen apa nem fog fizetni, ha megtudja, hogy meghaltam. Nem, ez nem fog bejönni, uram. Ebben igazad van, Vaksi. De akkor is elhallgattatlak, értetted? Ez az átkozott Vicente cserben hagyott. De majd meglátja, hogy velem nem szórakozhat. Ezért meg fog fizetni. Hogy jutott eszembe belemenni ebbe az egészbe? Sok hibát elkövettem már életemben. Egyszer ezért ültem hosszú ideig tolószékben. Hibáztam is, majdnem rámentem. De soha, soha nem hágtam át a törvényt. Az emberrablás az egyik legocsmányabb bűn. Megértetted? Megyünk. Állj, rendőrség! Meg nem ott szállj, meg nem ott szállj! Állj! Lefekszel a földre, vagy esküszöm, te nyomorult, hogy golyót röpítek a fejedbe! A földre! Ne mondjam még egyszer, a földre! Hol a fiam, te átkozott? Hol van a fiam? Válaszolj! Jaj, úgy izgulok, Istenkém, úgy izgulok. És most, édesem, mondd meg nekem, látsz valamit? Közöm sincs, mit akar tőlem felügyelő, semmit sem tettem, kérem! Egy szavadat sem hiszem el! Tudom, hogy te vagy az egyik emberrabló! Mi lesz már? Beszélj, ha mondom! Beszélj, vagy magam is megbánom, amit tenni fogok, te átkozott! Ölni is képes vagyok a szegény kisfiamért! Ne tagadd, mert már is van egy sejtésem, ki lehetett az értelmi szerző! Halljam! Ki vele? Ki vele? Ki vele? Hol tartják fogva? Máskülönben erőszakkal merem ki belőle, te nyomorult! Tudom! Kérem, elég, tegyél, amit akar, öljön meg! De nem mondhatok el olyasmit, amit nem tudok, nem tudom, felügyelő úr! Te teljesen bolondnak nézel engem, fiam, he? Teljesen őrültnek hiszel? Merre jártál mostanában? Gyere felé! Te mit horról felügyelő esküszöm? Itt voltam és néztem a tévét. Ha akarjak, elmondom, milyen műsorokat néztem. Nekem elég, ha megmondod, hogy hol van a fiam, te szemétláda! Tudod, mit csináltál? Összeakasztottad a bajszodat a családommal, te szemétláda! Az én fiam az szórakozol, te! Nem tudom semmit! Nem tudom! Mikor fog belém golyót ereszteni ez az őrült? Mert biztosan megteszi. Ha nem kapom meg a váltságdíjat, meg kell ölnöm ezt a férget. Nem lesz más választásom. Szomjas vagyok. Kaphatok vizet, kérem. Egyetlen dolgot adhatok neked. Egy kis olmot, te nyomorult féreg. Nem veszi fel az az átkozott bitang. Biztosan elkapták. Nem lett volna szabad Juan Miguellel beszélnie. Így bukott le. Mindegy. De van még egy megoldás. És most felhívom a drága édesapádat. Beszélj vele! És akkor mit mondjak neki? Azt mondod neki, hogy két ember rabló tart fogva. De hiszen csak egy van itt maga. Mégis azt mondod, hogy ketten és vagyunk. És ha nem teszem, akkor mi lesz? Ne feledd, hogy van egy másik társam is.
Ha nem teszed, amit mondok, a cinkos társam megöli apádat! Az apámmal ne szórakozz, te átkozott! Ne kakaskodj! Az egész csak rajtad áll. Vagy azt teszed, amit mondok, vagy apád kap egy szép nyakkendőt. Na mi lesz, lányom? Én már nem bírom a feszültséget. Maricsúj, ne gyötörj minket. Kérlek, mondd meg, ha látsz valamit. Mária de Jesus, látsz valamit? Mondd, kislányom, visszanyerted a látásodat? Na, Maricsúj, ne csináld már velünk. Nem érted, hogy mindenki erre vár? Drágám, mondd meg, légy szíves. Mondd meg, látsz valamit? Mondd meg, hogyha visszaadtuk a szemed világát. Hol vannak? Hová tűnt mindenki? Hol vannak?